König Róbert vagyok, és megint helyre teszek egy pár dolgot a barátaimmal. Noncsival és Olivérrel. És Zselével. Sziasztok! Ma beszélgessünk egy olyan témáról, amiről szerintem nagyon kevés szó esik, és rendkívül fontos. És ez a dolog nem más, mint a... Barkópászatunk! Juhú! Lehet, de nem biztos, hogy ki fogjátok találni. Diéta! Törések? Nem, még mindig nem. Helysérülés! Arról már mindent megtanított a doki. Hasmenés? Nem, de hasonlóan kényes téma, pedig nem kellene, hogy az legyen. Kényes? Max zselé kényeskedik, én nem szoktam. Kényes téma. Bingo! Miért csíp a pisi? Majdnem. Segítek inkább. Ugye a fiúk kukival vagy fütyivel születnek? Fúha, na ebből mi lesz? Akkor ez valami fiús téma lesz. Képzeljétek, a fütyin van egy bőr, amit fitymának hívunk. Ez a bőr takarja a fiúk makját. Minden fiú úgy születik, hogy fitymá szűkülete van. Magyarul a nyílás elég, hogy pisiljen, de nem lehet a bőrt hátrahúzni a kukin. Ez a vele született fitymá szűkület. Szépen lassan oldódik. Mindenkinél máshogy, és máshogyan. Ha a bőr szűk marad, akkor beszélünk valódi fitymá szűkületről. És akkor hátra kell húzni? Nem kell. Ha 3 éves korban még nem az igazi, érdemes megmutatni szakembernek. És akkor el lehet indítani egy kenőcsös terápiát és óvatos tornát. Én 4-5-6 éves korig is várok a műtéttel. Csak akkor operálunk, ha muszáj. Akkor ez egyszerű. Sajnos nem annyira. Nagyon sokan összetévesztik a szűkületet azzal, amikor még a fitymá hozzá van tapadva a kisfiúk makjához, mint a banánhéja a banánhoz. Ez akár még kamaszkorban is teljesen normális. Erőszakkal rángatni, elválasztani, hátrahúzni tilos. És tudjátok miért? Miért? Mert ha nem szűk, és csupán még hozzá van tapadva a fitymá bőre a maghoz, akkor nem kell csinálni semmit. Ha nem szűk, nem kell kenni, nem kell tépni, majd szépen leválik magától, mint a banáról a héja. Lassan, fájdalommentesen. De honnan lehet tudni, hogy most akkor szűk, vagy letapadt? Nagyon jó kérdés. Akkor, ha könnyen hátra megy, nem fáj, könnyen visszamegy, akkor nincs szűkület. Ha pedig nem megy hátra, és hátrahúzva úgy néz ki a kuki, mint egy homokóra, akkor nagy baj lehet. Ha nem vagyunk benne biztosak, mutassuk meg szakembernek. Nagyon fontos, ha túltoljuk a tornát és bereped a fitymá bőre, az szűkülni fog. Szóval minden fiú úgy születik, hogy szűk és hozzátapad, de megoldódik. Ennyike? Persze, te könnyen beszélsz, ez olyan fiús dolog. Nem is, mert az anyukák lányok, és szerintem tökre izgulnak a fiaik miatt. És akkor már is lányos dolog is. Na hát, ez pontosan így van. Nagyon örülök, hogy tudtunk erről is beszélgetni egy kicsit. Mert a testünk nem ciki. Semmilyen porcikája sohasem. Zseli! Most elkaplak! Olivér! Bocsi, izé, ne bánsz, léci már, na! Jó, de csak mert te kérted. A fiúk fitymájának a letapadása természetes állapot. Nem igényel semmilyen kezelést. Bármit is csinálunk gyermekkorban a fiúk előbőrével, az nem lehet fájdalmas. Ha fájdalmas, nem jól csináljuk. Ha pedig kérdés van, inkább mutassuk meg orvosnak. Kövessetek minket Instán, Facebookon, és iratkozzatok fel a csatornákra! A König Doki támogatója az Energiaügyi Minisztérium. Együttműködő partnereink. König Dokit a Parlament Medikában is megtaláljátok, Budapesten, a Dr. König Gyermekorvosi Központban.